Sziasztok! Én Tünde vagyok. Én pedig Neki. És ez itt a Pontos Veszőparipa. A mai videónkban egy érdekes játékot hoztunk nektek, ahol majd könyveket kell kitalálni a Tündének. Érdekes módok alapján rajzolni fogok. Nem lesz jó vége szerintem. Tartsatok velünk! Ebben a hónapban ünnepli a csatornánk az első születésnapját, és ennek alkalmából úgy döntöttünk, hogy egy játékkal készülünk. Tünde kitalált többféle különböző játékot, ahogyan könyveket lehet találgatni, és ennek az első módja, mint egy activityként a rajzolás lesz, mégpedig úgy fog kinézni, hogy rajzolni fogok színes ceruza segítségével papírra könyvborítókat. Ezt fogom megpróbálni rajzolni, de nem csak olyan egyszerűen, hogy lemásolni, hanem ráadásul úgy, hogy fejből megpróbálok visszaemlékezni, hogy hogy néz ki a könyvborító, és tényleg fejből meg kell próbálni visszaemlékezni, hogy vajon mi a fene lehet az a könyvborító, és ki kell találni a könyvet. És ehhez azt kell tudni, hogy én nagyon rossz vagyok abban, hogy bármire emlékezzek egy borítóval kapcsolatban, vagy hogy egyáltalán egy könyvnek a címére emlékezzem, vagy a létezésére, úgyhogy nagyon vicces lesz, és a MOL lesz majd a segítségünk, hogy kisorsoljuk ezeket a könyveket. Igen, úgy fog kinézni, hogy azok közül a könyvek közül fogunk válogatni, ami benne van a magánkönyvtárunkban, és azt hiszem, azt az elvet szabtam, hogy meg fogjuk határozni valami random generátor alapján, hogy hányadik oldalát kell nézni a magánkönyvtárunknak a MOL-on, és akkor ott lesz x darab könyv, 10 vagy 20, most nem emlékszem, és abból kell választanom egyet, amiről a leginkább úgy gondolom, hogy le tudom rajzolni a borítóját. Ja, és ehhez be kell állítanom majd, hogy ne jelenítse meg a borítóját a MOL ebben a listában. Tehát ezt majd ki kell vennem ezt a pipát, hogy nehogy véletlenül lássam, amit le akarok rajzolni. Nem tudom, szerintem nem látszik a képen, de Loki idejött nagyon cukin mosakodni Tünde ölében. No, hát akkor lássuk. És 10 könyv van egy oldalon. Úgyhogy remélem lesz a 10 között olyan, ami... Nem az, hogy egy sorozat lesz rajta, amit egyiket sem tudom, hogy néz ki. Na, 95-es oldal. Basszus. Oly-oly. Ha te nem tudod, akkor én biztos, hogy nem fogom tudni. Ó, az jó, az lesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, az én benne van. Jó. Hát akkor kezdődik. Az egész papír a könyvborító, úgy kezeljük, ugye? Oké, okay, jó. Ketté van osztva. Kicsit erősebben próbáld, mert nem látszik. Itt van egy épület. Épületes látvány. Egy ház. És piros. Hát így kb. Ez a sziget? Igen. Na, ez gyorsan meg. Nem szabad bemondanom igazából, hogy hányadik oldal, mert ugye betűrendben van a és akkor következtethetsz, úgyhogy most nem fogom bemondani. Hogy nem következtetek, hidd el. Nem következtetek. Az a vicc, hogy pont ott van szemben az a könyv. De csak most jöttem rá. Jé, basszus, tényleg. Szóval ez a könyv, ez Sigridur Hagalin Björnsdottirtől volt a sziget. Hűha. Na? Ó, ez jó. Ez is jó. Melyiket válaszom? Okay. Ez a papír egy kicsit foltos, azt tudni kell, hogy itt újrahasznosításról van szó. Minden papírnak a másik oldalán van már valami. Hát ez sárga, így segítek nektek, hogy ez sárga, mert annyira nem látszik sajnos a képen.
te jobb, hogy bedöntöm. Ez egy nagy sárga felület. Nem mond nekem semmit. Várjál, nem azzal kezdem. Ez látszik? Kék kis pacák. Ezt tudod, hogy még, ebben még nem tudod, hogy még. Nem. Jó. Annyira jó rajzol. Jaj, tudom, ez a, nem jut eszembe, Patrick Ness-től a Mi hétköznapi halandó. Így van. És az a két kis pöcök, az a belső oldal, csak ki van vágva a borítónak a szarvas szeme. Ez egy szarvas, csak hogy tudjátok. Nem szereted a rajzaimat. Ezután is nagyon köszönöm még egyszer Petrának a Könyvtolvaj csatornáról a hűtőmágnest, mert most nagyon sokat segít, hogy ezen a fém asztalon tudja Niki rajzolni. Oh, that's nice, de lehet, hogy túl könnyű. Azt nem tudom. Oh, azt le akartam, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, az lesz az, azt le akartam rajzolni. Jó, akkor most úgy kezeljük, hogy itt van a teteje, hogy a mágnes azt ne befolyásolja, jó? Tehát itt van a könyvnek a teteje. Jó. Ez valakinek az arca? Oké. Okay. A sárga? Igen. Sárga. És ez megvan, ez a könyv? Igen. Ennyit tudtam rajzolni. Hát valamit segíts még. Hát ez... ez... Bolder, mit látsz? Várjál, hogy elkezdek sorolni női alakos borítókat. Például... Jó, tehát ez egy női alak. Igen. Jó. És itt van a vége a könyvben. Horgonyhely. Igen. Oh. Nem? Fenék vannak ott ilyen lámpvilágító rovarok? Nem tudom. Oké. Okay. Ezt elmondom, mert ezt úgyse fogom elrajzolni. Esetleg a villanyszerelés lépésről lépésre könyvet kitalálnád? Mi van, ilyen könyv van? Jaj, ilyen a teféle könyveidet, azt ne, légy szíves, mert azokat így nem. Ez egy madár. Mondjuk. És... Mi? Fogalmam sincs. Dinoszaurusz tolla? Mit rajzolom? Nem, ugye? Nem. Akkor nem tudom. Mi a fele ez? Ezt én is szeretném tudni. Ez szimmetrikusra akartam rajzolni, de nem sikerült, szóval tudja, hogy ez szimmetrikus. Tehát ez egy nagy rész piros. Ez egy sárkány. Igen! Ez a sárkányoknak a könyve. De csak a színben jöttem rá, hogy piros. Ja, most nem tudom, hogy ez. Ez jó, hogy ez nem egy madár. Fogalmam! Én piciben nem látom. Az lenne a legviccesebb, ha olyan lenne, ami egyszínű könyv, és csak a feliratról lehet tudni, hogy micsoda. Volt olyan, mondjuk a szupermarket, vagy nem tudom. Ja.
Jó. Oké. Itt most megint csak elrajzolom a könyvet. Ja. Miriel festett? Tessék. Akkor ez az éjszakai cirkusz. Mi? Nem. Nem, az fekete, bocsánat. Van élfestett könyvünk, ami piros? Vagy fogalmam sincs. Mi? Mi lehet? Mondjam. Gondolkozom. Én nem tudok piros elfestett könyvet. Nem. Talán van egy ilyen is a borító. Vagy nem tudom. Ezt nézd itt. Szóval, ez kicsoda? Azt hittem, hogy hurkás a karja. Nem hurkás, hanem... Hanem milyen? A budgyos ujja van a ruha mellett. Nem. Na jó, figyelj. Ezt már Loki se érti. Jaj, akkor tudom, ezt én nagyon fog örülni ennek, ez a Klaus. Gret Morrison nagyon szomorú. Basszus, ott a kart van a kezében. Igen, nem. És tényleg, és basszus, ezt kellett volna rajzolnom körül, mert klújjája van. És egy kart, nem számszerű jelen. Kart, és itt len van a koponya, de nem. Nem. Nem festetted feketére az oldalt, és sokat segített volna, de nem baj, így jobb volt, így viccesen volt. Nem hurkás, hanem izmos. Bocsi, Eszti. Nagyon sok a sárga könyv. Elkapott a teruzalom. Ez is valószínűleg egy női alak. Egy sárfogalmam sincs. Ó, Isten, nem tudom. Ez valami szárnyas női alak, egy sárga bo... Nem tudom, rajzolj tovább. Nem, nincs tovább! Ez egy minimalista borító. Hogy így... Ennyire minimalista. Ez az égiek és földiek? Igen! Ez az, nagyon jó vagy. Én azt hittem, hogy az fekete az a könyv. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy a könyv fekete és az alak a sárga? Nem, szerintem sárga a könyv és fekete, de valamiért az bennem egy fekete könyvként élt. Úristen, ezen semmi olyan nincs. Mármint olyan szempontból, hogy amit te le tudnál rajzolni, vagy amit én ki tudnék találni. Igen, bármelyik. Annyira tudtam, hogy ezt fogod válaszolni. Oké. Okay. És mégis onnan tudtál választani? Hát, megpróbálok. Jó. Ez lila. Akkor ez oké. Okay. Ja. Igen, ez kék. Jó, az egy kék borító. Meg egy kis... Mi ez? Barna? Uh-huh. Kék és barna. Húha. Uh-huh.
Sokat segít. Közben Loki megpróbált rámászni Niki karjára. Azt hiszem, sürgősen szükségem lenne egy jobb agyféltekés szampolyamra. De igazából ez is ilyen színekkel van. Akkor ez a kasztella. Igen! Nem, nincs is szükségem jobb agyféltekésre szampolyamra. De ezt szerintem a nézők nem annyira fogják tudni kitalálni, és ez nem egy ismert könyv. Ezt én azért tudtam, mert hogy mostanában nagyon sokat... Nem is arra az oldalra néz, a másik oldalon van az arca a nőnek. Tényleg. Igen. Mostanában minden többször látom. Is elővetted, és onnan tudom. Igen. Amik keresek, elmondod, hogy mi ez a könyv? Nem tudom elmondani, hogy mi ez a könyv. Ja. Ez egy ilyen asztrológiás, ilyen csillagjegy meghatározós, és a csillagjegy alapján a különböző tulajdonságokról szóló könyv. Ez úgy, ez az asztrológia. Szóval, de hogy az az érdekessége, hogy az asztrológiai a bolygókat, a különböző bolygóidat a képletetben, azt megfelelteti egy ilyen középkori udvartartásnak a szereplőivel, mint hogy a Vénusz az udvarhölgy, meg a Mars a hadvezér, stb. És ezen keresztül magyarázza el, hogy a te képletedben az hogyan jelenik meg. És elnézést kérek Sánta királytól, amiért megszentségtelenítettem a borító illusztrációját, mert egyébként az ő gyönyörű illusztrációjával készült ez a könyv. Jaj, de jó, megtalálta a ceruzákat, amiket lehet pöcögetni. Túl jó ez az oldal. Annyira édes, kár, hogy nem látjátok, hogy Loki, hogy nézi, hogy Niki mit rajzol. Ez megint csak egy ház lesz. Egy piros ablakú ház. Még ilyen piros pöttyök. Ennyi. Mi? Mi nincs ez? Nincs a több szín. Mi ez? Ez egy fehér könyv. Ez valami David Mitchell. Melyik az? A Slate House? Igen! Oh! Igen. Ezt megint csak onnan tudom, hogy az is ilyen kivágós, hogy ami piros rajta, az igazából a belső borító. Sose találtam volna ki, hogyha ez nincs. Azért választottam ezt. Reméltem, hogy abból ki fogod tudni találni. Ez egy piros könyv. A piros könyveket szinte sosem látom, mert azok annyira máshol vannak. Ez nagyon rossz. Nem, ez nagyon rossz. Ennyit kell. Ez az Így neveled a sárkányot, és melyik első rész, vagy melyik ez? Igen. Rajta volt kb. Az egész sorozat azon az oldalon, de gondoltam az első rész. Így neveled a libádat. Köszönöm szépen! A zöld libádat? A zöld libádat. És nem tudom feltétlenül, hogy fogatlan. Tehát, hogy így... Ja, jó! Fogatlan sárkányt. Szóval ez ennyire nagyon precíz volt. Igen. A számlának a másik oldalán. A számla összeg az nem tartozik a dizájnba. Van. Nagyon vicces vagy! Miért? Nagyon vicces lesz!
hogy mindegyik piros. Vagy. Akkor ez a Superman. Igen! Így ezek után nagyon vicces. Pont előtt egy olyan oldal, ahol van ilyen. Reméljük, élveztétek ezt a videót. Mi nagyon jól szórakoztunk. És lesznek még ilyen videós terveink, szerintem fogunk még ilyen rajzolósat is csinálni, meg vannak egyéb terveink, van vizuális találgatós terv, ahol nem rajzolni kell, meg van... Mi is van még? Van olyasmi, mint amit a csomagbontós, kitalálós videóban is csináltunk, hogy mindig egyel több szempontot adunk meg, vagy adunk meg, és akkor az alapján kell kitalálni, hogy melyik az a könyv. Illetve valószínűleg lesz olyan is, hogy egy mondatban összefoglaljuk a könyvet, és akkor az alapján kell kitalálni, hogy melyik az a könyv. Ez azért nehéz, mert ha nem találjuk ki egy mondatból, akkor utána mit csinálunk? Írj egy jobb pitchet, bővítsd a mondatot, legyél precíz. Egy mondat hosszú mondat lehet. Igen, és a vizuálisan meg még az a terv, hogy moodboardot kell összeállítani, így hívják ezt. Igen. A dolgot. A Canva-ban, ami a könyvborítónak a hangulatát adja vissza, nem konkrétan a borítót próbáljára tudjuk állni. Úgyhogy ezek várhatóak majd, nem tudjuk, hogy melyik mikor kerül sorra. Ha kíváncsiak vagytok, akkor figyeljétek a videóinkat, és akkor meg fogjátok látni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Találkozunk legközelebb. Sziasztok!